Békessége háznak és minden lakójának. Az Úr legyen veletek és a lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Január 6-át, Vízkereszt napját ebben az évben is megünnepeltük. A gyerekek iskolai szentmisén vettek részt, melyet Kullai Attila iskola lelkész atya mutatott be, majd pedig hagyományosan sort került az iskola megszentelésére. Régi szokás a házszentelés, ilyenkor a pap megáldja az otthont és a lakóit. Intézményünk esetében megáldja az óvodai csoportszobákat, az iskolai tantermeket, az óvodás gyermekeket, az iskolás tanulókat, valamint a dolgozókat. Áld meg, kérünk, Urunk, ezt a hajlékot, költözzék ide örökös boldogság, isteni áldás, tartós egészség, derűs öröm, termékeny szeretet, istenfélelem, békesség, tisztelettudás, tisztaság, és mindenkor hála az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. És ez az áldás maradjon meg ezen az óvodán, és benne minden óvodáson, óvónénin és dajkanénin, Krisztus, ami Urunk által. Amen. A pap a csoportszobák, a tantermek ajtajára krétával felírja az évszám első két számát, azután a CMB betűket, majd az évszám második két számjegyét. Ez egy latin kifejezés, Christus Mansionem Benedicat, rövidítése, melynek magyar jelentése Krisztus áldja meg e hajlékot. Vízkereszt napjával véget ér a karácsonyi ünnepkör és liturgikus időszak, és elkezdődik a farsang időszaka. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen, meglehetetek ti is szentelve, hogy boldogok legyetek, vidámok legyetek, és hogy ne legyen közöttetek semmi nagy baj, ezért szenteltük meg most itt az óvit, meg titeket is.